Sziasztok! Hát ma délután, amikor Ádám megkért, hogy ezt a bevezetőt tartsam meg, akkor így a szorongás, a képzeletbe is szorongás jelzőm az így elkezdett kilőni fölfele. És cikáztak a gondolatok a fejemben, hogy miről fogok beszélni. Úristen, hogy lesz ez? Néztem már jó néhány ilyen bevezetőt, és akkor láttam, hogy mindenki milyen okosakat mond, meg milyen szántót, meg aki nagyon vicces is, és akkor ez ilyen kicsivé összenyomott. És aztán megálltam egy pillanatra, és rájöttem, hogy hát ez nekem nagyon ismerős ez a lemez, mert hogy bekapcsolt megint ez a jól kell csinálni. Tehát ide ki kell ülni, és akkor jól kell csinálni ezt a bevezetőt, azt nem tudom mit jelent. Lehet, hogy van valami zenes kiskáté, ahol le van írva, hogy mik a paraméterei ennek a bevezetőnek, és akkor majd utána Ádám engem félrehív az interjúszobába, és akkor lepontozza, hogy akkor mit értem el. Tehát nyilvánvalóan ilyen nincs, vagy majd kiderül, de hogy így a fejem az legyárt ilyen gondolatokat, hogy valaminek itt meg kell felelni, valamit jól kell csinálni, bejön egy csomó minősítés a helyzetre, hogy milyennek kellene lenni, és ez persze behozza a szorongást. És hát ahogy megérkezik a szorongás, úgy veszítem el a kapcsolatot a külvilággal, veszítem el a kapcsolatot magammal, és hát nagyon megnehezül az, hogy itt legyek a jelen pillanatban, és csak így csináljam a dolgomat. És Suni mondta nekem az egyik Kon interjún, hogy jól akarom csinálni a dolgokat, és mi lenne, ha csak csinálnám a dolgokat. És hát ezt azóta nagyon forgatom magamba, és lépten nyomon elkapom mindenhol, a legapróbb dolgokban, hogy jön ez a jól akarom csinálni, és akkor jön a szorongás, és jön a befeszülés fizikailag is, és rengeteg energiát zabál, tehát úgy elfáradok benne, hogy csak na. És hogy tudom ezt megállítani, hogy tudok rájönni, hogy ezek csak a fejemben vannak, ezek a gondolatok. Ezzel ügyezem, hogy ezt gyakorolgatom. És hát ennek van a másik vége, tudjátok, amikor az ember túl van rajta, és akkor jönnek a gondolatok, mondjuk én ezt ritkábban csinálom, én jobb, erősebb vagyok a szorongás részében, hogy akkor utólag gondolkodik az ember, meg rágódik, vagy gondolkodom, hogy hát ezt nem így kellett volna, meg hú, az most hogy veszi ki magát, és akkor megjelenik a bűntudat, vagy megjelenik a szégyen rosszabb esetben, és az megint elvisz a jelen pillanatból, mert ha így gondolkodom, és rátok projektálok egy csomó mindent, hogy ti mit gondoltok erről a beszédről, akkor lehet, hogy holnap majd ilyen szemlesütve fogok itt sétálgatni, és akkor nem merek rátok nézni, ami meg aztán ugye hoz egy csomó mindent magával, aminek nem kéne itt lennie, de itt lesz hirtelen, mert legyártom, vagy létrehozom. Úgyhogy hát ez a dolog, ami most leginkább nekem elő van, és dolgozom, és ebben nagyon sokat ad a gyakorlás, hogy ezt a távolságot valahogy meg tudjam tartani, mert úgy beszippant. Az első dolog az, hogy így beszippant, és így elvisz a helyzet, mint ma délután is, de hogy hogyan tudom ezt egy picit így hátrábról nézni, már legalább ha azt a pici távolságot megnyerem, akkor már nyerek egy kis időt magamnak, hogy így végig gondoljam, hogy akkor most így mit is akarok, mi van ebben a helyzetben, és akkor van lehetőségem másképp dönteni, és ez szerintem egy csodálatos dolog. Nem könnyű ott abban a pillanatban, mert én azt érzem, hogy iszonyú vonzása van a réginek, hogy akkor menjek arra, mert azt ismerem, azt már úgy tökre tudom, még ha ingoványos, meg pocsolyás, meg minden, de hogy akkor is az úgy vonz, és hogy van választási lehetőség, és akkor el tudok indulni a másik irányba, és ez szerintem óriási szabadság. És hát van, amikor sikerül, van, amikor nem sikerül, de hát ezen vagyok, hogy ezt tudatosítsam. És ebben nagy segítség ezek a közös gyakorlások, amiben vagyunk, és van bennem mérhetetlen hála így az egész zenes közösség, meg a gyakorlás iránt, és ezt gyakoroljuk tulajdonképpen itt, ahogy pont Ildikó mondta az ülés után, hogy jelen legyünk az adott pillanatban, hogy itt ülök, itt vagytok velem szembe, és megpróbálok csak ezzel lenni, hogy akkor az hogy hat rám, mit látok rajtatok, és így sokkal nagyobb a nyugi ide bent. És azt hiszem ez a lényeg.
Úgyhogy köszönöm nektek, hogy meghallgattatok, és akkor átadom a szót.